A múzeum 2018. januárjában nyerte meg a Menjünk mi is múzeumba elnevezési projektet, a foglalkozások pedig ugyanezen év márciusában kezdődhettek el. 24 hónapos projektről van szó, amiben 9 oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, melyben szorosabbá kötjük a két intézmény közötti kapcsolatot. Ez azt jelentette, hogy az intézményeket meghívtuk különböző témanapokra, témahetekre, kulturális órákra, kulturális foglalkozásokra, táborokba, családi napokra. A pályázat több mint 23 millió forintos támogatást nyújtott számunkra, az intézmény számára, és azok számára, akik ebben részt vettek. Ezeknek a tematikus napoknak és heteknek köszönhetően a legkisebbektől a nagyobbakig mindenki megtalálhatta az őt érdeklő témakört és tevékenységet. Régészeti kiállítás, történelmi tárlatok, takács és fazekas szakkör. Csak néhány a változatos programok közül, de emellett a népi hagyományok és ünnepek sem hiányozhattak, így farsangi és húsvéti programok is várták a fiatalokat. A résztvevő intézmények között volt Kiszombori és Csanádpalotai, de Makóról is többen beszálltak a kezdeményezésbe. Borkáné Tudás Mónika, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője stábunknak elmondta, sokat profitálhatnak a gyerekek az ilyen lehetőségekből. A legkisebbek és az 5.-6.-osok elsősorban a rovarokkal ismerkedtek meg, ami közel állt hozzájuk, illetve a régészeti tevékenységgel, ami nagyon fontos 5.-eseknél, amikor bejön a történelem. Azok a korszakok már nagyon távol állnak a gyerekektől, el sem tudják képzelni, és itt megtapasztalhatták, hogy egy-egy ilyen ásatás hogyan működik, hogyan kerülnek ezek elő ezek az emlékek, és hogyan tudnak a történészek, a régészek ezekből az emlékekből számukra alkalmas tudást kovácsolni. A Városi Múzeum igen jelentős néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik, így a projekt során a tematikába igyekeztek ezek megismertetését is beilleszteni. Mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy ezeket az eszközöket néprajzi órákon keretében bemutassuk a gyerekeknek. És hát a néprajzhoz hozzátartoznak a szokások, a jeles napok, és hát ezek kézzelfogható dolgok, ezek benne vannak a köznevelési intézményeknek a programjaikba, a tanmenetekbe, tehát tudtunk kapcsolódni az osztályok óráihoz, foglalkozásaihoz. Az igazgató hozzátette, hosszú távú céljuk, hogy olyan nemzedékek nőjenek fel, akik bátran járnak múzeumba és meglátják, hogy az intézmény egyfajta tudásközpont, ahol nem csupán rendezvények útján, de akár a gyűjteményben kutató munkát folytatva is rengeteg dolgot lehet tanulni.